Okés. Nos, Béla Nürnbergből van itt velünk. Szia, Mandy! A probléma a következő. Van nekem egy Panasonic DMC FS20-as digitális kamerám SD kártyával. Hogyha rárakok az SD kártyára egy videófájlt a PC-ről, akkor nem játssza le a kamerám, és USB kábellal sem megy rá a kártyára a fájl. Annak ellenére, hogy a beállítások mint MJPEG videókodek, illetve a hang az pedig PCM16-os audio kodekkel van átalakítva. Megoldható ez a probléma, hogy venni kell egy MP4 playert. Húha! Nem tudom pontosan, hogy ez a digitális kamera, ez mit tud, meg milyen formátumú videókat, ha itt videókat vagy képeket akarsz rámásolni, egyáltalán mibe dolgozik. De hát az, arra kéne rájönni, mert hogyha ugyanolyan formátumú videót csinálsz, akkor elvileg annak le kéne játszani, ha csak nincsen benne valamiféle olyan tiltás, tehát olyan szintű tiltásra gondolok, itt nem is tiltás, hanem igazából egy olyan speciális fájl és könyvtár szerkezet, amit egyébként a kamerák szoktak ilyet csinálni. Tehát például a mi kameráink is úgy működnek, azok is kártyára rögzítenek, de egy speciális könyvtár szerkezetet hoznak létre. És hogyha nem ebbe a könyvtár szerkezetbe pakolod bele azokat az adott fájlokat, valamilyen névvel, tehát még az sem mindegy egyébként, hogy milyen nevet adsz neki. Tehát ő egy speciális kódsorozat alapján, nem tudom mi alapján, egyébként gondolom a dátum meg ilyenekből valahogy összepakolja a fájlnevet, és ezek alapján hoz létre fájlokat. Tehát, hogyha te oda belenyúlsz abba, és te mondjuk egy olyan fájlt létrehozol, még ha a kodek stimmel is sem biztos, hogy lejátsz a kamera, mert ugye nem a saját maga által készített videóról van szó. És ugye hát ezek alapból nem videólejátszók, tudnak videót készíteni, és azt akár PC-n, vagy bármilyen eszközön, ami arra alkalmas, le tudod játszani, de fordítva nem feltétlenül biztos, hogy működik, mert ugye nem erre van kitalálva. Tehát a saját fájlait vissza tudod nézni, amit azzal rögzítettél, logikus módon, ugye kontrollálhatóság szempontjából, de most az, hogy ő videó lejátszóként funkcionáljon, ez azért nem feltétlenül elvárás a digitális fényképezőtől, úgyhogy lehetséges, hogy emiatt van, hogy hiába csinálsz belőle jó kodeket, tehát jó kodekkel csinálod a videót, audio kodeket is megfelelően állítod be, mégsem megy, akkor én arra tudok gondolni, mondom, hogy egy speciális könyvtár szerkezetet hoz létre, tehát azt kéne megpróbálni, vagy lekoppintani, és akkor hátha lejátsza azokat a videókat, de nem garantálom, mert mondom, tehát ezek nem erre vannak kitalálva igazából. Jó?